Ebben a mai videóban az elzsírosodott májról lesz szó, olyan ételekről, vitaminokról, étrendkiegészítőkről, természetes módszerekről, amelyeket érdemes a terápia részévé tenni. Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd! A májuk az egyik legfontosabb szervünk, és itt jobb oldalt helyezkedik el a testünkben. A máj az egyik legnagyobb szervünk, súlya elérheti a 1,5 kilogrammot is, és több mint 500 különböző feladatot végez. Fontos szereplője az emésztési folyamatoknak, részt vesz az immunrendszernek a működésében, segít kivezetni a káros anyagokat a testünkben, fehérjéket termel, tisztítja a vért, tárolja az A, D és B12 vitaminokat, átalakítja a T4 pajzsmirigy hormont T3-má, és még sorolhatnánk. Érdekessége az is a májunknak, hogy akár jelentős része, akár 70-80%-a is károsodhat, mégis képes a többi megmaradt egészséges rész segítségével szinte tökéletesen végezni a feladatait. Sok esetben azonban már korábban jelzi a testünk, hogy gond van a májunkkal, ilyen tünetek például a vérzések, a sárgaság megjelenése a bőrön és a szemekben, a folyamatos fájdalomérzet a jobb vállban, a félgömbszerű has kialakulása, gyakori viszketések a tenyérben, a talpon. Jó hír, hogy a májunk képes teljes egészében regenerálódni, ami viszont rossz hír, hogy ehhez 3 évre van szüksége, azaz 3 évig napi szinten kell neki biztosítani az egészséges ételeket, melyek a regenerálódását segítik. Az elzsírosodott máj nem csak azt jelenti, hogy tele van zsírokkal a májunk, hanem azt is jelenti, hogy egyben, hogy nem működik megfelelően, a májsejtek károsodtak. Az első fontos lépés, hogy átálljunk a teljesen tiszta zöldségek fogyasztására, amelyek mentesek a permetszerektől, illetve természetesen célszerű jelentősen megemelni a zöldségek arányát a táplálkozásodban. Ha le van gyengülve a máj, az egy kulcsfontosságú lépés, tehát hogy elkerüljük a vegyszereket, permetszereket, a műtrágyás gazdálkodásból származó zöldségeket és gyümölcsöket. És nem csak a nyersekről van szó, hanem szinte mindenfajta feldolgozott anyagról, például a növényi olajokról vagy a húsokról. Ha GMO-s takarmánnyal letetik az állatokat, azokban is ugyanúgy benne vannak a vegyszerek, tehát végeredményben az állat húsába is bekerülnek. A máj számára a legjobbak a keserű ételek, minél keserűbb egy zöldség, annál jobb. A második fontos lépés a glutatión nevű antioxidáns megemelése a szervezetedben. Ezt az anyagot be tudjuk vinni étrendkiegészítőkkel is, illetve számos étel hozzájárul a termelődéséhez a szervezetedben. A legfontosabbak a máriatövis magörlemény vagy szilimarin, azaz a máriatövis kivonat, a hagymafélék, fokhagyma, a retek, a zöldszínű zöldségeknek a többsége a kénben, illetve a természetes C-vitaminban gazdag ételek. A glutatión hatására a májban lévő vegyszerek nagyobb hatékonysággal bomlanak le, tehát gyorsabban és nagyobb mértékben tudnak távozni a testünkből. Elzsírosodott máj esetén a harmadik fontos lépés a finomított szénhidrátok lecsökkentése és az alkohol teljes kizárása. A máj elzsírosodása legtöbb esetben a többszörösen feldolgozott magas finomított szénhidrát tartalmú ételek miatt alakul ki döntően, vagy a hosszú éveken át tartó rendszeres alkoholfogyasztás hatására. A rengeteg elfogyasztott szénhidrát hatására stabilan megemelkedik az inzulin szint a szervezetedben, ami növeli hosszú távon a cukorbetegség kialakulásának kockázatát is, illetve fontos azt tudni, hogy magas inzulin szint esetén az elzsírosodott májat nem lehet igazából rendbe tenni. Tehát a harmadik lépésben kizárni az alkoholt, a cukrot, a gabonaételeket, a modern feldolgozott bolti ételeket egy lényeges elérendő cél, amit javallott megvalósítani. A negyedik segítséget elzsírosodott máj esetén a kolintól, egy B-vitamin félétől kapjuk. A kolin képes a májban lévő zsírokat oldani,
Be tudod vinni étrendkiegészítővel is, amiből érdemes a jobb minőségűeket választani, és bőven szedjél a kolinból nagyobb dózis, mint ami a termékre rá van írva. Az ételek közül a legjobb kolinforrások a tojássárga, főként a nyers tojássárgája, de a sült és a főtt tojás is tartalmaz belőle. A májételek, a marhamáj, csirkemáj, a lazac, a búzacsíra, a zöldborsó, szójalecitin, szójaliszt. A kolin mellé inozitolt érdemes még bevinni, ez a B8 vitamin, mert hasonló hatásai vannak, mint a kolinnak. Az ötödik az almaecet, amely felgyorsítja a zsírok lebontását a májban, illetve a méreganyagok távozásában is segít, ami ugyancsak fontos, ha a máj le van gyengülve. Az almaecet hatására javul az emésztésed minősége is, azaz jobban lebomlanak az ételek a gyomorban, így kevesebb terhelés rakódik a belekre, a májra és a hasnyálmirigyre. Amit úgy tapasztalhatsz meg, hogy csökken például a puffadás, a bélgázok és egyéb emésztőrendszeri problémáknak a gyakorisága. Minden étkezés előtt egy kisebb pohárnyi vízbe tegyél két evőkanál almaecetet és itt meg. A hatodik segítséget elzsírosodott máj esetén az antioxidáns vegyületektől kapjuk. A májban felhalmozódott zsírok hatására gyulladások jelentkeznek a májsejteknél, melyek oxidatív stresszt eredményeznek, tehát megnő a szabadgyökök száma, melyek károsítják a sejteket. Így az antioxidáns vegyületek bevitelével ezt a károsító hatást tudod csökkenteni. A legjobbak elzsírosodott máj esetén a resveratrol, az antocianinok és a zöld teában lévő katekinek. A resveratrol legjobb forrásai a szőlőmagörlemény, melyet például vízben vagy gyümölcslében elkeverve minden étkezés után célszerű inni, illetve a kakaó, de kapszulázott étrendkiegészítővel is pótolható. A legjobb antocianin tartalmú ételek a bogyós gyümölcsök, azon belül is a fekete áfonya, a málna, a ribizli, szeder és a szilva. A zöld teát pedig naponta tudod inni, akár többször is, melyből inkább válaszd a kevésbé agyon ízesítetteket, tehát amelyek inkább csak zöld teát tartalmaznak, esetleg valamilyen más gyógynövénnyel, illetve kaphatók zöld tea kivonatot tartalmazó étrend kiegészítők is. A hetedik és egyben utolsó lépésben beszélünk azokról a zsírokról, zsírfélékről, amelyek nem okoznak gondot elzsírosodott máj esetén, és inkább előnyös a bevitelük. A közepes szénlátszó trigliceridek, azaz az MTC olajok és zsírok a legjobbak a máj számára, mivel nem terhelik le a májat lényegében, nem stresszelik a májat, nem vesznek el tőle energiát. Ilyen zsírfélékből áll a kókuszolaj, vagy a kókuszsír, a pálmazsír és a vaj is. A vajból az, amelyik természetesen olyan tehéntől származik, amely zöld fűvel etettek és nem gabonával. A hidrogénezett olajok, azaz a tömeggyártásban készült napraforgó és repszeolajok a lehető legrosszabbak elzsírosodott máj esetén, tehát fontos őket teljesen kizárni. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, a személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban az elzsírosodott májról volt szó. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!